TAO ügyben neki ment Lázár János Baka Andrásnak. Szerinte a bíró döntését az befolyásolta, hogy nem szereti a Fideszt. Az ellenzék szerint csak egy pártrendszerben fordulhat elő egy tálaiféle adócsökkentés. Lázár János irít tálaira az ingyen reklámért. Egy héttel az átadás után még senki sem használhatja a szombathelyi stadiont. Az ellenzék szerint azt írták a sportolóknak, hogy sportoljanak, ahol tudnak. És bárányról kutyára cserélték Szentendre címerállatát a két farkúak. A város vezetése felháborodott a viccán. Jó reggelt kívánok, ez az ATV híradója 6 órakor, én Nemes Anna vagyok, köszöntöm Önöket. Lázár János szerint Baka András bíró haragszik a kormányra és a Fideszre, és talán emiatt hoz érdekes döntéseket a TAO támogatásokkal kapcsolatban. A kúria nem kívánta kommentálni a nyilatkozatot. Egy neve elhallgatását kérő bíró szerint azonban a politikusok nem kelthetik azt a hatást, hogy a jogerős ítéletet nem kell végrehajtani. A kúria szerdán döntött arról, hogy nyilvánosságra kell hozni, hogy mire költik a TAO pénzeket. Érdekes döntések születnek a kúrián a TAO-val kapcsolatban. Ezekkel a szavakkal kommentálta Lázár János, hogy a felcsúti utánpótlás nevelésért alapítványnak nyilvánosságra kell hoznia, mire költötték a TAO támogatásokat. A miniszterelnökséget vezető miniszter drámai szavakkal ecsetelte, hogy milyen további következményei lehetnek a döntésnek. Arra gondolok, hogy ha valaki személyjövedelemadó kedvezményt kap például a gyerekei után, akkor majd be kell számolnia nyilvánosan arról, hogy a gyerekeire költött adóelőnyt vagy adókedvezményt azt milyen sportcipőre, táskára és gyerekkabátra költötte. Földi Judit, a DK elnökségi tagja azonban ezt másként értékelte. Minden magyar állampolgárnak joga van azt tudni, hogy mire költötték az adóforintjait. Nyilván az a gyanú, hogy visszaértek ezekkel az összegfelhasználásukkal, és ugye azt látjuk több csapat esetében is, ugye ez Mezőköves délen jár, hogy nem utánpótlásra költötték ezeket az összegeket, amire ez az egész támogatási rendszer létrejött. Mészáros Lőrinc, a felcsúti utánpótlás nevelésért alapítvány elnöke egy hónapja híradónak cáfolta, hogy a kisvasutat például részben TAO támogatásokból finanszíroznák. Ugye amikor beadjuk a TAO kérelmet, ott meg kell jelölni, hogy milyen sorra fogjuk elkölteni. És természetesen TAO-t nem adnak olyan sorra, amire nem lehet, tehát még a kisvasút fenntartásra nem lehet. És azt tudni, hogy a kisvasutat, igaz, hogy az alapítvány egyik non-profit Kft. Üzemeltető, de nem közvetlenül a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia működteti a kisvasutat. Az adatok egyelőre nem nyilvánosak, így nem tudni, hogy történt-e törvénysértés. Lázár János azonban személyes indítékokat lát a kúria döntése mögött. Ugye van ebben az országban egy bíró, aki nagyon haragszik Magyarország kormányára és a Fideszre, Baka Andrásnak hívják. A hvg.hu megkeresésére a kúria annyit közölt, hogy közéleti szereplők politikai megnyilvánulásaira nem reagálnak. Hozzátették, Baka András azért kapta meg a TAO-s ügyeket, mert az ügyelosztási rend a kúrián naptár évre előre meghatározott, és igazodik az ítélkező tanácsok speciális szakmai ismereteihez. Egy neve elhallgatását kérő bíró híradónknak annyit mondott, hogy bár a bíróság döntését akár politikusok is kritizálhatják, szavaikkal nem kelthetnek olyan hatást, hogy a jogerős bírósági döntést nem kell végrehajtani. Nyomozást rendelt el a fővárosi ügyészség egy olyan ügyben, amelyben Mészáros Lőrinc egyik cége is érintett. Tóth Bertalan szocialista képviselő tett feljelentést azért, mert a Volánbusz azt közölte, hogy nem kötött szerződést a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Vivien Víz Kft.-vel. Közben azonban kiderült, hogy eseti jelleggel vásárolta a Volánbusz a cégtől. A BRFK visszautasította a feljelentést. A fővárosi ügyészség azonban ezt most hatályon kívül helyezte, és nyomozást rendelt el közérdekű adattal való visszaélés miatt. Országossá tennék a mezőkövesdi példát a szocialista képviselők. Azt akarják, hogy a MOL ne csak az adóhivatali vezető városában csökkentse a benzinárat. Teleki László Zala és Vas megyek útjain szeretne alacsonyabb árakat látni. Azt mondja, hogy ha ezt Tálai Andrásnak adóügyi államtitkárként sikerült elérnie, akkor nem lehet megkülönböztetni a máshol élőket sem. Nekik is jár a kedvezményes ár. Ilyent az egy párt rendszerben nem lehetett elképzelni, nem most, amikor több párti demokráciát mondunk.
Teleki László szocialista képviselő szerint egyértelműen nyomást gyakorolt és visszaélt hatalmával Tálai András az adóügyekért felelős államtitkár, amikor a választókerületében kiharcolta, hogy olcsóbb legyen az üzemanyag. Mezőkövesden egyik napról a másikra csökkent a benzin és a gázolajára azután, hogy a NAV elnöke szóvá tette a magas árakat. Erről maga számolt be a Facebookon dicsekedve tettével. Teleki szerint természetes, hogy ő is megpróbálja ugyanazt elérni. Nem csak magam írtam, több képviselőtársam is írt, mindenki saját nevében, hogy abba a térségben, ahol mi vagyunk országgyűlési képviselők, illetve az egész országba szállítsák le ugyanúgy, mint Mezőkövesden, 11 forinttal a benzinárát és 5 forint pedig a gázolajárát annak érdekében, hogy ne csak egy térségbe élvezze azt valaki, hogy valaki képviseli az ő ügyeiket. A nagykanizsaiak azt mondják, hogy szerintük az ott élők is megérdemelnék, hogy kevesebbet kelljen fizetni a benzinkutakon. Nagyon örülnék neki, hogyha itt Kanizsán is ilyen olcsó lenne. Én szerintem ilyen 15 forint árkülönbség lehet neki, már itt nagyon drága a benzin. Volt, aki azt mondta, hogy ha ilyen módon lehet módosítani az árakat, akkor keresni kell olyan képviselőt, akinek van tehetsége hatni a piacra. Teleki László szocialista képviselő szerint Tálai azért sem tehette meg, hogy egy körzetben élőkért áll ki, mert a kormány tagjaként neki minden állampolgár érdekét kellene képviselni. A Fidesz egyébként kiállt Tálai mellett, még Orbán Viktor is megdicsérte. A MOL annyit reagált az üggyel kapcsolatban, hogy a legtöbb fogyasztási cikkhez hasonlóan az üzemanyagok ára is számos piaci körülménytől függ, így annak ára tisztán kereskedelmi kérdés. Feljelentette az LMP miniszterelnök jelöltje Tálai Andrást. Szél Bernadett Facebook oldalán ezzel kommentálta mindezt. Azért mégsem lehet, hogy végleg banán köztársaság legyünk. Feljelentettem Tálai elvtársat a nagy benzinár csökkentőt hivatali visszaélés miatt. Szerinte az, aki ebben az ügyben tárgyalt a MOL-lal, az megszegte hivatali kötelezettségét, és még a hatáskörét is túllépte. Közben Orbán Viktor után a kormányinfón Lázár János is helyeselte Tálai benzinár csökkentő kérését. Sőt, Lázár János azt is mondta, hogy irigykedik az országgyűlési képviselőre. Én jobb választási reklám, mint amit maguk csinálnak Tálai Andrásnak, irigykedve nézem, bevallom őszintén. Új plakátkampányt indít a Jobbik. Azt akarják bemutatni vele, hogy képesek elvezetni az országot. Az MSZP közben arra figyelmeztet, hogy a cukiság kampány nem tudja felettetni a Jobbik múltját. A párt azt várja Vona Gábortól, hogy mondjon véleményt Apáti István beszédéről. A Jobbik politikus a korábban egy rádióban tett zsidózó gyűlöletkeltő kijelentéseket. A liberálisok pedig arra hívták fel a demokratikus ellenzéki pártok figyelmét, hogy nem fogadhatják soraikba a Jobbikot, még az Orbán kormány leváltása érdekében. Sem. Ezt minden egyes alkalommal határozottan el kell, hogy utasítsuk, és minden egyes alkalommal el kell, hogy mondjuk a többi demokratikus szervezetnek, hogy amennyiben valóban problémánk van az illiberális államot építő szélsőjobbos kormány tevékenységével, akkor nem fordulhatunk segítségért egy kisebb, szintén szélsőjobbos párthoz. Közös pénzügyi alap segíti majd a magyar és portugál kis és közepes vállalkozások digitális átállását. Ezt Szijjártó Péter jelentette be Lisszabonban. A külügyminiszter hozzátette, hogy a magyar gazdaság eredményessége azon múlik, hogy milyen sikeresen tud átállni a digitális korszakra. Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy a déli nyitás keretében Magyarország közös víz- és hulladékgazdálkodási beruházásokban vehet részt a portugál nyelvű országok piacain. Létrejött egy 6 milliárd forintos közös portugál-magyar befektetési alap, amely magyar és portugál kis- és közepes vállalkozásokba fog befektetni. Olyan kis- és közepes vállalkozásokba, akik olyan megoldásokat és fejlesztéseket dolgoznak ki, amelyek segítik a magyar, illetve a portugál gazdaság digitális átállását. Egy héttel az átadás után még mindig üres a Szombathelyi stadion és a hozzá kapcsolódó sportkomplexum. Eredetileg 9 milliárd forintból épült volna, de végül 15 milliárdba került. Most mégsem használhatják a sportolók, mert nem találnak hozzá üzemeltető céget. A sportegyesület vezetője a sportolóknak, főleg a gyerekeknek levelet írtak, amelyben azt kérik, hogy sportoljanak, ahogy tudnak. Egyelőre teljes a hírzárlat, senki semmilyen információt nem adhat arról, hogy mi lesz a sportolókkal, akik hiába várták, nem vehették használatba a szombathelyi új sportkomplexumot. Már a sportegyesületi tagoknak is megtiltották, hogy bármit mondjanak a kialakult helyzettel kapcsolatban. A város vezetőjét is kerestük, de megkeresésünkre senki sem reagált. Mindössze egy portálnak mondott annyit a város sportért felelős alpolgármestere, hogy vele sem egyeztet senki. Semmilyen információ nincs ezzel kapcsolatban, tehát sem arról, hogy éppen hogyan
zajlanak a tárgyalások, vagy sem arról, hogy tulajdonképpen konkrétan miért nem tudnak beköltözni. Információink vannak, hogy nem felelnek meg csapatoknak, nem felelnek meg szakosztályoknak a kialakított helységek, de ezek csak információk, mondtam, mert hermetikusan elzárnak minden információt a stadionnal kapcsolatban. Egy hete még bemehettek a sportolók a csarnokba. A megnyitón volt szükség rájuk, ők ültek a lelátón, míg a küzdőtéren a vezetők elmondták a beszédeket és átvágták a szalagot. Akkor senki nem mondta nekik, hogy egyelőre ez az utolsó alkalom, hogy beléphettek ide. Az ellenzék szerint érthetetlen, ami a stadion körül zajlik. Csak azért is furcsa, hiszen így is több mint 1 milliárd forint kötbért engedett el Szombathely város önkormányzata egy döntéssel a kivitelező cég felé. De mi úgy tudjuk és úgy hisszük, hogy valójában a történet arról szól, hogy nincsen meg a mai napig az üzemeltető cég, és az építető cég, amelyik átabonzsált üzemeltető céggé, egészen egyszerűen képtelen megkötni a szerződéseket az egyesületekkel, hiszen nagyon drágán tudnának csak beköltözni. Az ellenzéki politikusok szerint teljes a káosz az önkormányzatban, már rálátásuk sincs a történésekre, mert a felügyelő bizottságban megüresedett helyet sem tudják feltölteni. Nem hivatalos információk szerint az egy hete átadott létesítményben garanciális javításokat végeznek, ehhez képest a füvet is még csak a megnyitó után egy héttel rakták le a pályára. Az eset azért is érdekes, mert a szombathelyi önkormányzat 100 milliós nagyságrendű támogatást szavazott meg a haladás szakosztályainak, hogy fizetni tudják a bérleti díjakat. Szervezett maffia működik a Hortobágyon az uniós támogatások lenyúlására, ezt mondta Gőgő Zoltán az Egyenes beszédben. Az MSZP képviselője szerint Londonban élő magyarok legeltetnek papíron marhákat a Hortobágyon, és úgy vesznek fel több milliós uniós támogatást, hogy állatuk sincs. Gőgő Zoltán szerint ez jogtalan földhasználat és uniós forrásokkal elkövetett csalás. Szerinte ehhez hasonló gyakorlat több ezer hektáron folyhat az országban. Gőgős a földművelésügyi minisztertől azt a választ kapta, hogy az érintettek úgynevezett teljesítési segédletet vesznek igénybe, és ők azt nem vizsgálják, hogy ki hol tartózkodik. Erre az egész támogatás lenyúlásra ott a Hortobágyon a pályázat kapcsán alakult egy szervezett maffia. Nem tudok máshogy fogalmazni, mert ez egy nagyon jó szervezett rendszer. Ez több ezer hektárt vett el azoktól, akik évtizedeken keresztül ott gazdálkodnak. Feljelentette a Szentendrei önkormányzat a kétfarkú kutyapártot személyiségi jogsértés címén, amiért a város címerében látható birkát kétfarkú kutyára cserélték. A kutyapárt képviselője híradónknak azt mondta, hogy mélyen és szívből bocsánatot kérnek a báránytól, hogyha megbántották az érzéseit vagy a személyiségi jogait. Szentendre keresztes zászlót tartó címerállata így változott meg a kétfarkú kutyapárt Szentendrei alapszervezetének közösségi oldalán. A párt az eredeti bárány praktikusan egy kétfarkú kutyára cserélte. Az önkormányzat szerint azonban a címer átdolgozása személyiségi jogokat sért, a kép pedig indokolatlanul sértő és lealacsonyító. Kerestük az önkormányzatot, de időhiányra hivatkozva elhárították a nyilatkozatot. Így szerettük volna megkérdezni a címer bárányt arról, mennyire érzi sértve a személyiségi jogait. A városháza előtt azonban stábunk mégis összetalálkozott a polgármesterrel. Pontosan milyen törvényt és melyik jogszabályt sértette meg, azt én nem tudom, de a címer, a városnak a címer az egy méltóságot hordozó objektum, illetve vizuális megjelenítés. Ezt nem lehet csak úgy megmásítani, eltorzítani, paródiát űzni belőle, tehát ezért tettük a feljelentést. Az önkormányzattal hát egy ilyen szeretlek is és nem is kapcsolatunk van, mi szeretjük őket, ők nem szeretnek minket. Amit a párt szentendrei szervezetének szóvivője mond, az nem véletlen. A kétfarkú kutyák ugyanis többször ragadtatták már magukat a városban olyan szörnyűségekre, mint egy romos híd járhatóvá tétele, egy busz megálló padjának elkészítése, vagy éppen egy előbb műemlékké avatott szeméthegy elhordása. Abba igaza van az önkormányzatnak, hogy talán hiba volt a kutyát betenni a címerbe, én magam inkább a savköpő mennyitet javasoltam, tehát ennyiből jogos a felháborodásuk. Az az igazság, én is fontolgatom, hogy beperlem magunkat, ezért örülök, hogy ők ezt megtették. Azt javasolnám igaz lelkiismerettel, hogy sürgősen kezdeményezzék az MKKT vezetőinek mielőbbi boldoggá avatási szertartását, ugyanis... A filozófus vallástörténész szerint a szentendrei címerben látható bárány egyértelműen a szelídséget, szeretetet és áldozatkészséget megjelenítő jézusi szimbólum. Gábor György azt mondja, a szimbólumok egyik lényeges ismertető jele, hogy kontextusonként képesek változni. Az MKKP vezetői nagyon szellemesen egy kutyát raktak oda. Na most a farok az ugye az öröm, a kutya örömének, hűségének a jelképe.
Hát itt ez már is multiplikálódott, sokszorozódott, ez a farok, már két farokról van szó, és milyen jó ebben a romlott, erkölcstelen, immorális, dekadens világban, hogy egyre több, egyre inkább szaporodik, sokasodik a szeretet farka. A kétfarkú kutya pártelnöke híradónknak azt mondta, megkezdték az egyeztetéseket a bárányjal, ugyanis szeretnének vele peren kívül megállapodni. Ehhez felajánlottak számára egy kéthetes írországi nyaralást és 3 tonna füvet. Drámai hangon figyelmeztette Európát az orosz veszélyre a német külső elhárítás a BND vezetője. Bruno Kahl szerint a német kémek aggasztónak találták az orosz hadsereg felszereltségét és szervezettségét a szeptemberi hadgyakorlat alatt. A katonai gyakorlatot az oroszok a NATO-tag balti országok közelében tartották. A német főkém úgy véli, hogy Moszkva ismét vezető szerepre tör Európában, ezért igyekszik meggyengíteni az Európai Uniót. Kahl megkérdőjelezte, hogy az unió védelmi képességei megfelelőek a fenyegetés ellensúlyozására. 3 napos nemzeti gyászt tartanak Görögországban az árvizek áldozatainak emlékére. Az áradásokban 15 ember halt meg, 5-en pedig eltűntek az ország keleti részén Athén közelében. A rossz idő ráadásul folytatódik. Tengerré változtak Mandra település utcái, nem messze a görög fővárostól, Aténtól. A víz és a sár a lakóházakba is betört, és mérhetetlen pusztítást végzett. Az árvíz több helyen az első emeletig felért. Reggel 7-kor kinyitottuk az ajtót, és akkor láttuk, hogy a tenger elérte a kerítést. Hallottuk a lezúduló vízzúgását. A kerítés és a fák is kidőltek, káosz volt és pánik tört ki, mesélte egy helyi lakos. A lezúduló ár egészen abszurd helyekre sodort több gépkocsit. A lakóépületekben súlyos károk keletkeztek, az utak használhatatlanná váltak. A lakosok el vannak keseredve, főleg mivel, hogy úgy érzik, senki nem segít nekik a bajban. Megszakad a szívem, éppen hogy el tudtunk menekülni. A legjobban azonban a közömbösség fáj. Senki még csak meg sem kérdezte, hogy van-e ivóvízünk, van-e élelmünk, van-e hol aludni, panaszkodott egy másik helyi asszony. Mandra mellett egy másik közeli településen, Neaperámoszban is katasztrofális a helyzet. Az árvizekben 15 ember meghalt, 5-en eltűntek. Több száz ember fedél nélkül maradt. A helyiek azt mondják, soha nem sújtotta még ekkora csapás a területet. Alexis Tsipras kormányfő 3 napos gyászt rendelt el az áldozatok emlékére. A görög kormányfő segítséget ígért a bajba jutottaknak. Sokan már hozzáfogtak a takarításhoz, de nem lesz egyszerű megtisztítani a sártól a házakat. Több lakos a hatóságokat hibáztatja. Engedélyezték ugyanis, hogy kiszáradt folyómedrekbe építkezzenek az emberek, ami végzetes hibának bizonyult. Az aténi ügyész vizsgálatot rendelt el az ügyben. A földközi tengermedencéjének középső részén napok óta őszi vihar tombol. A heves esőzések nyomán gyorsan kialakulnak árvizek. Az előrejelzések alapján ráadásul a rossz idő tovább folytatódik. 60-an megsérültek, 1500 embert kitelepítettek a szerdai földrengésben Dél-Koreában. Több épületben keletkeztek károk, köztük iskolákban, emiatt elhalasztották az egyetemi felvételi vizsgákat. Sok diák rendkívül dühös, van, aki már kidobta a tankönyveit is. Evéssel, a házi kedvencek gondozásával és telefonálgatással telik az idő ezen az ideiglenes szálláson, ahol sokan menedékre találtak a szerdai földrengés után. 1500-nál is több ember volt kénytelen elhagyni az otthonát a természeti katasztrófa következtében. Nem tudok visszamenni a lakásomba, ugyanis gyakoriak az utórengések. Én egy nagyon régi házban lakom, egy kisebb földmozgás is súlyos károkat okozhat benne, magyarázta egy pohangi lakos. A Richter-skála szerinti 5,4-es erősségű földrengés szerdán délután rázta meg Dél-Korea délkeleti partvidékét. A földmozgás epicentruma alig 10 kilométerre északra volt Pohang kikötővárostól. A rengéseket még Szöulban is érezték, amely több száz kilométerrel északabbra található. Csaknem 60 ember megsérült, és több épület is megrongálódott. Az epicentrum közelében lévő épületeket kiürítették. Károk keletkeztek több iskolában is, emiatt elhalasztották az eredetileg szerdára tervezett egyetemi felvételi vizsgát. A minisztérium úgy döntött, hogy a vizsgát november 23-ára teszi át, a legfontosabb ugyanis a diákok biztonsága, mondta a dél-koreai oktatási miniszter. Dél-Koreában a halasztás rendkívüli eseménynek számít, mivel a fiatalok egész életpályáját meghatározhatja, hogy melyik egyetemre jutnak be. Sok diák most rendkívül dühös.
Utána, Pokoli dolog csak rágondolni is arra, hogy még egy hét van a vizsgáig, mindenki ki van bukva, mondta az egyikük. Van, aki már a tankönyveit is kidobta. Nekem még megvannak a könyveim, de több barátom már mindegyiket kidobta, most a kukában keresik őket. Mások meg elindultak, hogy a boltban újakat szerezzenek be, mondta egy másik tanuló. Dél-Koreában egyébként ritkán fordulnak elő földrengések. Tavaly szeptemberben egy 5,8-est regisztráltak, ez volt az eddigi legerősebb, a mostani pedig a második legnagyobb. Még mindig nincs felelőse a tavaly decemberi metróbalesetnek, amelyben 10 ember sérült meg. Erről az ATV-nek beszélt a BKV vezérigazgatója. Az eddigi vizsgálat sem a vonatvezető felelősségét, sem a szerelvény hibáját nem tárta fel. A kettes metró érintett szakaszán azóta is sebességkorlátozás van érvényben. Az egyik utas szerint a szerelvény már lassan ment, majdnem beért a Pillangó utcai megállóba, amikor a vezető hirtelen fékezett, és ezzel szinte egy időben a szerelvény nekikoccant az előtte állónak. Az első gyanú szerint a balesetet az esős idő és a sinekre hullott falevél okozta. A Metróért Egyesület elnöke szerint nem csak ez vezetett a koccanáshoz. Talán a legdöntőbb a járműnek a szerepe. A járműnek a csúszás védelme, megcsúszás védelme a legalábbis a Metróért Egyesület álláspontja szerint nem éri el azt a kívánatos szintet, amire azt lehet mondani, hogy egy kedvezőtlen tapadási viszonyok között biztonságosan megállítsa a járművet. Bíró Endre szerint a fékrendszert módosítani kellene. A kritikus szakaszon az Őrsvezér tere és a Pillangó utca között a mai napig maximum csak 30 km/h sebességgel mehet a metró. Amikor kritikussá válnak a tapadási viszonyok, tehát eső, falevél, stb., akkor a járművezetők még ezt a 30 km/h maximális sebességet sem használják ki. A sérült szerelvények még mindig nem álltak forgalomba, miközben a vizsgálat lezárult. A közlekedésbiztonsági szervezet a baleset zárójelentésének nem nyilvános tervezetét megküldte az érintettek számára. A KBS a 60 napos véleménynyilvánítási határidő letelte után záró megbeszélést tart, majd ezt követően állítja össze a végleges zárójelentést, amelyet honlapján közzétesz. A minisztérium közleménye kitér arra is, hogy a szakmai vizsgálat célja a hasonló balesetek megelőzése, de a törvény szerint ez nem irányulhat a vétkesség vagy a felelősség megállapítására. Sem műszaki, sem személyi felelősség még nem merült fel az ügyben. A baleset pontos okát azonban a szakértők sem tudják. Itt történtek szappanozások, szappanpróbák, tehát amikor felsíkosítottuk a sínt és megpróbálták azt a csúszási együtthatót előállítani, ez nem sikerült. Abban viszont nincs vita, hogy a baleset napján csúszott a sín. Az is biztos, hogy a vonat automata fékező berendezése bekapcsolt, viszont már ez sem tudta megállítani a vonatot. Ennek a vizsgálata folyik, hogy hogyan történhetett ez. Ilyen vagy ehhez hasonló eset azóta sem fordult elő, mondta a vezérigazgató. Feltehetően át lesz programozva majd az automatika is, és nyilvánvalóan a vezetők is más instrukciókat fognak kapni. Lehetséges, mondta Bolla Tibor, hogy a jármű fékezési görbéjét, az automatikát úgy kell átalakítani, hogy a jármű messzebbről kezdje a fékezést, és az sem kizárt, hogy az adott szakaszokon bevezetik a homokszórást, ugyanúgy, mint a villamosoknál. Évekkel ezelőtti parkolási bírságokat próbál behajtani magyarokon egy horvát parkolótársaság. A pulai cég egy magyar ügyvédet bízott meg a lejárt bírságok beszedésével. A parkolótársaság egy éve olasz, szlovén és osztrák turistáknál is próbálkozott ugyanilyen levelekkel. Egy 4 évvel ezelőtti pulai nyaralás került címlapra a 444.hu-n. Egyik olvasójuk a Napokban kapott egy levelet, melyben 169 euró megfizetésére szólítják fel. Egy horvát parkolási társaság volt a feladó. Mint megtudtuk, nem egyedi esetről van szó. Néhány magyar turista meghívott és kérdezték most hogyan, mert 2 éve vagy 3 éve mit csinálni, hogy csinálni. A horvát idegenforgalmi közösség vezetője a segítségkérő hívások után azonnal a külföldi kollégáinál érdeklődött. Nekünk van 14 országban van képviseletünk, minden kollégával beszéltem, olasz kolléganő, ausztriai kolléga, szlovén kolléganő, milyen volt, amikor ott, mert megjelent már tavaly ez a hullám. Kiderült, a horvát parkolótársaság Olaszországban, Szlovéniában és Ausztriában már korábban kiküldte a felszólító leveleket.
A Pulai Parkolótársaság magyar nyelven küldte ki a levelét, sőt, kapcsolattartóként egy magyar ügyvédet is megjelölt. A cikkben érintett olvasó azonnal fel is hívta, hogy megtudja, mit kell tennie és mire számíthat. Elmondása szerint azt a választ kapta, ha érvényes lett volna a parkolási jegye, biztosan nem büntették volna meg. Az ügyvéddel mi is beszéltünk, de az ügyvédi titoktartásra tekintettel még arra sem kaptunk tőle választ, hogy körülbelül hány magyar számíthat hasonló felszólításra. Éppen ezért egy független közlekedési jogászt kértünk meg, hogy értelmezze a helyzetet. Azt mondja, a legfontosabb, hogy ez a levél nem egy bírság, csak egy fizetési felszólítás. Innentől kezdve az ügyvédnél van úgymond a labda, ő teheti meg, hogy akkor egy pert indít a felszólított személy ellen, hogy majd a bíróság döntse el, hogy valóban tartozik-e ezzel az összeggel. A parkoló cég külföldi turistáknak szóló fizetési felszólításait Horvátország uniós csatlakozása óta küldözgeti. 2013. július 1-e óta ugyanis sokkal egyszerűbb lett a jogi helyzet. Tehát az unión belül most már működik az európai fizetési meghagyás, illetve a végrehajtási eljárás. Tehát egyik európai uniós tagállamban jogerős határozatot a másik államban is végrehajtatóvá lehet nyilvánítani, és akár ki lehet küldeni a végrehajtót ebben az ügyben. Horvátországba évente több mint 500 ezer magyar nyaral, több mint 80%-uk autóval érkezik. Ez volt a Híradó 6-kor, néhány perc múlva pedig jön a Start Bombera Krisztával és Kárász Róberttel. Jó reggelt, szia Robi, kik jönnek hozzátok ma reggel? Jó reggelt kívánok, szia Anna, üdvözöllek téged és a nézőinket. A részleteket elmondjuk majd néhány perc múlva Bombera Krisztinával, de előjáróban annyit, hogy az első vendégünk az Együtt elnökségi tagja Spéth Judit lesz. Annak apropóján hívtuk meg Spéth Juditot ide a stúdióba, hogy ugye a napokban lehetett azt hallani, hogy a kormány úgy döntött, ugye ez egy miniszteri előterjesztés lesz a jövőben nézve, hogy kapnak majd 50 ezer forintos támogatást azok a szülők, akik 20 éven keresztül nevelték, ápolták otthon a gyermekeiket. Természetesen ez ellen az ellenzék tiltakozik, nem tartják elegendőnek ezt az összeget. Kifogásolták továbbá azt is, hogy egyébként miért csak ők kapnak, akik 18 éven keresztül ápolták, azok miért nem kapják meg, és még lehetne sorolni az ellenérveket. Tehát az első témán kezdesz, és akkor a részleteket elmondjuk néhány percek később. Köszönöm szépen, most tehát a Híradónak vége, de jön a Start, úgyhogy maradjanak velünk. Én pedig friss hírekkel legközelebb 7-kor várom Önöket, addig is legyen szép reggelük, viszontlátásra!